Kösz Orbán címmel országos plakátkampányt indított a Momentum, hogy felhívja a figyelmet a kormány megszorításaira, és arra, hogy az Orbán kormány felelős a magas inflációért. Vendégünk Bedő Dávid. Jó estét, a Momentum politikus, a frakcióvezető helyettese. Hol láttunk ilyen kék plakátokat korábban? Országosan most jelenleg a mi plakátaink azok több mint 200 helyen vannak kint, és nem véletlen, hogy ez valamennyire hasonlít korábbi kormányzati plakátokra, mert pontosan az a célja azokkal a propaganda plakátokkal szemben, hogy ezek bemutassák az igazságot. El fog ez jutni az emberekhez? Főként úgy már, hogy ez az üzenet, ez a gondolat, hogy nem véletlen, hogy ugyanolyan plakátot, hogy kösz Orbán. Tehát, hogy ráadásul még a miniszterelnöknek köszönetet is mondanak, ezt sokan úgy is fogják érteni. Szerintem nem lehet félreértelmezni ezeket a plakátokat, ugyanis ugye az van rajtuk, hogy az Európai Unióban nálunk a legmagasabb az infláció, az van rajta, hogy Orbán Viktor a miniszterelnök a saját fizetését ugye 5 millió forintra emelte, szóval ezeket nem igazán lehet félreérteni, ezeket a plakátokat. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezek a plakátok, és nem csak a plakátok, de szórólapon is, meg személyesen is természetesen terjesztjük az igét, annak érdekében, hogy mindenkihez eljusson az üzenet, hogy a Fidesz, ez a jelenlegi állampárt a hibás azért, hogy itt tart ez az ország, és Európa szegényháza lettünk. Ezt nem tudják az emberek? Tehát nem tudják az emberek azt, hogy nálunk a legmagasabb az infláció? Az inflációt magát, azt nyilván érzik. Magát az inflációt azt érzik, de az, hogy ki a felelős, az sajnos még sok ember ez nem jutott el. Hát pontosan tudják, ugyanis... a Brüsszel, a háború, Soros, az ellenzék. Igen, de ez a hazugság, ez a kormány propagandának a hazugsága, és mi ennek ezzel szemben az igazságot szeretnénk elvinni az emberekhez, hogy a Fidesz a hibás ezért a óriási inflációért, az elhibázott gazdaságpolitikájuk miatt, azért, mert képtelenek hazahozni az Európai Uniós forrásokat, éves szinten 1000 milliárd forint hiányzik a magyar gazdaságból, mert nem képesek kiegyezni Brüsszellel, azzal, hogy szánszándékkal gyengítették a forintot az elmúlt években, és ez is nagyban hozzájárult az inflációs adatokhoz. Ezeket sajnos nagyon sokan nem tudják még, mivel éves szinten több 100 milliárd forintot költ el ez a kormány kommunikációra és propagandára, hogy hazugságot vigyenek az emberekhez. Mi ezzel szemben az igazságot szeretnénk elvinni, annak érdekében, hogy lássák ténylegesen, hogy a Fidesz a hibás, ezért mit a jelenlegi gazdasági körülmény. Tehát mi változik ebben az országban, vagy mi változik a Momentum számára? Mi azt várjuk ettől az egész kampánytól, hogy minél több emberhez eljusson ez üzenet, az ország minden pontjába, kisebb településekre is eljusson ez üzenet, és értsék az emberek azt, hogy valójában ez a jelenlegi kormányzat a felelős azért, hogy itt tart a magyar gazdaság, és hogy ennyit kell fizetni jelenleg a boltokban. Összerakják ezt azzal, hogy megvédi őket, a kormány is megvédi őket Orbán Viktor minden rosszal szemben? Kiáll a magyar érdekért, ugye mindig ezt halljuk, hogy kell küzdenie Brüsszellel az Európai Unióval szemben. Hát jó, hát most egy kicsit magas az infláció, de legalább. Összefognak ezek az információk így érni, hogy az emberek ne érezzék azt, hogy ez megéri? Én azt gondolom, hogy semmi nem fontosabb annál, mint hogy az emberek jelenleg milyen inflációt éreznek, amikor bemennek a boltba. Ez a legfontosabb kérdés jelenleg ma Magyarországon, hogy milyen támogatást, milyen szolgáltatásokat tud nyújtani az állam, és valójában attól kell megvédeni az embereket az államnak, hogy ilyen súlyos infláció legyen ebben az országban. Ez a legfontosabb feladat az államnak, meg az, hogy érdemi szolgáltatásokat nyújtson az embereknek az egészségügyben, az oktatásban, az infrastruktúrában. Ezek a legfontosabb dolgok, és amellett, hogy mi kimondjuk az igazságot, és minél több emberrel szeretnénk beszélgetni, nem csak óriás plakátokon, hanem személyesen is, emellett egyértelműen szeretnénk megmutatni, hogy van alternatívánk. A Momentum összerakott most egy 7 pontos gazdasági csomagot, ami rövid távon és hosszú távon is kezelni ezt a jelenlegi gazdasági válságot. 7 pont ez elég? 7 pont, ezek 7 nagyobb téma, ennek alpontja is vannak természetesen. 4 darab rövid távú megoldás van, és 3 darab hosszú távú. Az első és legfontosabb az, hogy hazahozzuk az Európai Uniós forrásokat, 1000 milliárd forint jelenleg, ami hiányzik a gazdaságból. A második az, hogy leállítsunk minden értelmetlen beruházást, ami most történik, mint például a Budapest-Belgrád vonal, vagy például a Budapest Airportnak a felvásárlása. Ezek mind olyan dolgok, amik viszik a pénzt, és az állampolgároknak valójában nem segítenek. Emellett érdemi segítséget kell nyújtani az embereknek, a minimálbért keresőknek csökkenteni kell az adóterheit, közvetlen támogatást kell nyújtani az infláció ellen élelmiszer utalvány formájában.
Szóval ezek mind olyan javaslatok, amik tényleg érdemi segítséget nyújtanának, és természetesen az is ott van, hogy az államnak érdemi segítséget kell nyújtani, a szolgáltatások terén sokkal több pénzt kellene költeni oktatásra, a pedagógusoknak azonnali 50%-os béremelést is kellene nyújtania, ezek mind olyan dolgok, amik érdemben segítenének az embereket, és nem csak a államnak a barátait segítenék. Elkezdődött a plakátrongálás. Egyrészt kérdezem, hogy pótolják-e, másrészt, hogy mit évők lesznek ezzel? Természetesen minden ilyen esetben feljelentést fogunk tenni, és ezek a plakátok ezek pótolva lesznek. Rocker Zsoltinak milyen szerepet szennek a Momentumban? Az a friss hír, hogy csatlakozott önökhöz. Így igaz, nagyon örülünk is neki, hogy csatlakozott hozzánk. Ő nagy fogás? Szerintem relatív helyben mindenképpen egy ismert beágyazott politikus Borsodban, és azt várjuk, mint minden más politikusunktól, hogy helyben egy beszélgessen az emberekkel, és ebben a jelenlegi kampányban is kivegye a részét, és minél több emberhez elvigye azt az igazságot, hogy a Fidesz felelős azért, hogy itt tart a magyar gazdaság. Ezen a néven fog politizálni önöknél, Rocker Zsolti? Ezt tőle kell megkérdezni, ez az ő egyéni szabadság, hogy milyen néven szeretne politizálni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Bedő Dávid volt itt a Momentum politikusa, ismertetve a plakátkampányt meg a javaslataikat. Most pedig jön a nap híre, és Bodasz Balázs. Szervusz Balázs, jó estét! Szervusz Egon, mindhárom vendégem a saját nevén fog szerepelni ebben a műsorban. De egyikük sem rocker, fogadjunk. Ebben nem vagyok egészen biztos, sőt, úgy tudom, hogy Varga László, az MSZP elnök helyettese, neki van elektromos gitárja is. Hát akkor lehet, hogy kiváló blueszenész is. Na, kiderül majd. Somogyi Zoltán szociológus és Gály József az LMP szóvivője lesz még itt, így leszünk összesen négyen a rocker Varga László. Valaki viszont, ugye, ahogy mondtam, a saját nevén szerepel, szóval lemondott a választási korrupció gyanújába keveredett 18. kerületi fideszes politikus, természetesen ez a fő téma az elmúlt két napban, amióta a Válasz Online megírta az esetet, hogy ez a politikus pénzt ajánlott volna a kutyapárt helyi jelöltjének, illetve jelöltjének azért, hogy induljon el az ellenzéket megosztandó az önkormányzati választáson. Volt erről szó az Egyenes Beszédben, meg a Híradóban is, és lesz majd róla szó itt is. Beszélünk arról, hogy Kövér László házelnök arról beszélt néhány nappal ezelőtt, hogy a svédek annyira gyűlölik önmagukat, hogy tönkreteszik az országukat. Egy picit elkesergünk a tönkrement Svédország fölött is néhány mondat erejéig. Legfeljebb 3,6%-kal nőhetnek majd a nyugdíjak novemberben, visszamenőleg januári, mivel hogy ennyivel magasabb az általános infláció, mint ahogy az tervezett volt korábban. Persze a nyugdíjasok ennél sokkal-sokkal rosszabbul járnak. Több mint 400 órát dolgoznak a tűzoltók ingyen, és ezért perre mennének. Hogyha 40 órás munkahéttel számolunk, ez ilyen túlórákból jön ám össze. A 400 óra az azt jelenti, hogy 10, még több is van, mert 10-12 hét, majdnem 2-3 hónapot dolgoznak ingyen a tűzoltók. Hát érthető, hogy perre mennek, egy kezdő tűzoltó egyébként nagyjából 200 000 forintot visz haza, és több 10 000 ember hiányzik az oktatásból, ez állami adatok szerint van így, úgyhogy ez nem tippelgetés, meg kötszurkálás, beszélni fogunk majd erről is néhány perc múlva. Akkor tehát a következő órát veletek töltjük, és remélem, hogy önök meg velem majd a holnap estét. Ugyanígy várom önöket az Egyenes Beszédben. Kellemes estét, jó éjszakát, viszontlátásra!